Örüljön és nagyon szeretettel mindenkit, köszöntök mindenkit a haszinói rendezvényünkön, és engedjék meg, hogy külön szeretettel köszöntsem közöttünk Jászlé Kis Imrét, aki nem először jár Körmendre, hiszen a Móricz konferencián is itt volt, a városokat híressé tevőben a interneten a Móricz, Móriczról rengeteg anyag fönn van. Tehát most megint egy olyan téma következik, ami a magyar őstörténettel foglalkozik, de nem úgy, ahogy a iskolában tanítják nekünk. Elképesztő, mennyi tévhitet vernek bele gyerekeinkbe. Én, mint gyakorló pedagógus, időnként már becsempészem az iskolába a őstudást, rovásírást tanítok a gyerekeknek, és szerencsére, amikor itt-ott helyettesítek, mindig van alkalom, hogy a tananyaghoz kiegészít anyagként elmondjam, hogy Árpád, én nem honfoglalok, hanem nem úgy jövőbe ide, hogy ide tévedünk, hanem mi ősonosak vagyunk ezen a vidéken. Hölgyeim és uraim, az első kérdésem Jászlé úrhoz, hogy is keveredett bele ebbe a témába, mi adta az apropót, hogy a magyar őstörténet őskultúrához jut, hiszen nem általános, egyetőben vagyok ugyan már, de azért nem általános az, hogy valaki elkezdve a magyar őstörténet kutatásával foglalkozni. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kérdésre válaszolva, én gyakorlatilag ebben úgy születtem, hogy Jászt községben, ezért is vettem fel a Jászba, születtem, aztán később Bakony-Bélben nevelkedtem, majd talán a világ egyetlen ember vagyok, aki a 6. születésnapjára úgy kapott egy vára, hogy beköltöztem az István király várába, apukámnak adatából, úgy gondoltam, hogy ott járok iskolába, egy városi szinten, úgyhogy. Aztán, amiért konkrétan foglalkozni kellett az ügyel, 2006-ban egy olyan atrocitás ért a hatóság részéről, aminek nem láttam az okát. Nem tudtam, hogy miért támadnak élelmet primitív módon. Elkezdtem magammal gondolkodni, nyomozni, hogy mi lehet az ok, mert nyilván ok nélkül nem láttam. És akkor derült ki, hogy valószínűleg, mivel a nagymamám meghalt Bakonybélben, én örököltem a Mányhegyet Bakonybélben, a Holong Mányhegyet, és ebben az állapotom a 2006-ban pedig Mány községben éltem. Én azóta már tudom, mit jelent a puszta, a pászta szó összefüggésében, de én egy Mány alsó őrs pusztán éltem. És ezek az összefüggések a születésem és a neveltetésem kapcsán fölmerülő folyamatos kiemelt történelmi események arra késztettek, hogy így történelmi szemből keressem a magyarázatot, hogy miért is vagyok én abban a hatalomban, miért akarnak engem szó szerint letakarítani. És így ennek a kényszerűségnek a következményeként fölhatoztam azt a történelmet, aminek ugye az elemei, mint az első ránézésre kiderül, mind különféle okból, különféle ütőben hamisan. Aztán ennek a hamisságnak, ennek a sorát összeraktam, és így kirajzolódott egy teljesen értelmes, valóságos képlet, ami egyik a másik akarva logikusan végigvihető, hogyha most ebben mód lenne, bár megjegyzem, az eseménysornak a vázlata az körülbelül 17 órát igényel. Gondolom, nincsen időm. Elég sok időm van. Köszönöm. Jászlé úrnak az előadásai YouTube-on elég szépen fölmondnak és elég szép nézettsége is van, 20 000-es nézettsége, hogy az az időtáv, amiről mi beszélünk, ugye az nem a történelmi, amit 4-5 000 évre, 6 000 évre néznek vissza, hanem jóval több. De jóval több. Mennyi is az idő, amire mi visszalátunk? Az időben való marinálás az előadás végére remélem ki fog derülni, illetve ennek a párbeszédnek a végére. Ha olyan adatokat fogadok el, hogy a dinoszaurusz 65 millió évvel ezelőtt halt ki, akkor nem fogadom el, mivel nekem nincs módom szaurusz csontokat vizsgálni.
Ezért tételezzük fel, hogy ebben az egy dologban mondjuk igazat mond a történelem, akkor viszont be tudom bizonyítani egy nagyon egyszerű logikával, tárgyal és a német bányai dinoszaurusz ásatások dokumentumaival, hogy a magyar beszélő kultúra 65 millió évesnél biztos, hogy véget ér. Ugye ennek kézzelfogható nyoma is van, hiszen látok olyan megkövesedett kőréteget, ahol a dinoszaurusz lábnyom és az emberi lábnyom együtt szerepel, tehát valahogy együtt kellett lenni. 65 millió rengeteg idő, mindenképpen ez csak úgy értelmezhető, hogyha arról beszélünk, hogy több generációnak, több emberi időszaknak kellett lenni egymás után, tehát amikor van egy emberiség, esetleg csak nem eltűnik, és utána valaki mégiscsak visszajön. Hát elég egyszerű kiszámolni, és a 65 millió évet veszem figyelembe, és egy 18 ezer évenként váltakozó jégkorszakot, mondjuk tolig lehet ez 30 ezer, a másik pedig rövidebb, akkor úgy jön ki a matematikai képlet, hogy 3609 jégkorszakot éltünk át. Most ez nagyon logikus, hogy egy ilyen időben gondolkodva a jégkorszakoknak a súlyosságát figyelembe véve, meg kéne keresni a pontokat, ahol ez túlélhető. Annak ellenére, hogy én tudom azt is, hogy a jégkorszak, amit ma belép akarnak tolni, nem úgy néz ki, ez egy nagyon hosszú telet jelent, de nyilván, hogyha a gabonafélék itt vannak, már pedig itt vannak, ha az állatvilág itt van, már pedig itt van, és ha mi itt vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy mindenképpen volt életképes szakasz, mert különben, ha megszakadnak, akkor az emberiség nem tudta volna áthozni részint a tudást, ami bizonyítja ennek a kornak, a nagyon hosszú kornak a létét. Részint pedig maga a biológiai, logikai visszakövetkeztetés, tehát a fejlődésünknek egyrészt genetika, a nyelvészet tudománya, illetve az ott a térképen látható piros narancsárga vonalaknak a létezése bizonyítja nagyon ékesen, hogy miről is van szó. Annak a térképnek a pontjai átlósan haladva, a legteteje, ez az esztergomi bazilikával indulva, érinti a sínai hegyet, itt van a Bakonyban, érinti Bakony Ábel hegyet, ami ugye a Bakonybéli Holomány hegy, jelenleg a család örökségem, érinti a kolontári altánpontot, ami miatt két bombát dobtak a kolontára békeidőbe, hogy kidélek fosztani a templomdomot az aját, érinti a pötrétei területet, ahol pár évvel ezelőtt kilukasztották a Balaton vízgyűjtőjét, úgyhogy ezért folyik a Balaton dokumentumból jutulom. És érdekes módon ez a vonal a magyar határt a horvátországi Dolina községre hagyja. Dolina fönt északon is van, délen is van, a Dolina az a víznyelő, ami a Magra levezeti. Ennek a vonalnak van egy érintője, az a vízszintesen haladó pöttyökből összerakott vonal, Kálvárja vonalat, tehát kizárt, hogy a mai mennemonda szerinti jég tolta volna össze, mert a jég egyszerre ebben a szögben és abban is nem képes tolni. Ennek viszont van még egy bizonyítéka, a Radnai Havasok pusztra hegyéből kiindulva ugyanezt milliméter pontosan, ugyanezt a hegyek csúcsaiból rajzolható vonalat tudom megmutatni, azt hiszem itt van a térképben, Google Earth programon bármilyen műszerű. Ugyanez a Dél-Amerikában, gondolom Morris is tudhatott róla dolgokat. Itt ott van egy-két gondolat a mai ekvádori kultúrában is. Én ugyan már akkor túrnak hívom, de majd talán már tudom mondani, hogy miért is. Mindenképpen itt kellene haladunk még egy picit a megelőző civilizációnak a hagyatékánál, hiszen látjuk azt, hogy Móricz János egy barlangot tár fel, amit ugye ő legalábbis látott, és hozta el arra lemezt, ami egész biztos, hogy valami jelrendszer van, aminek értelme van, tehát valamiféle írás. Ugyanezt tudjuk, hogy a piramisokban valószínű, hogy vagy a piramisban, vagy a piramis alatt, ott is egy tudáskönyvtárnak kell lenni, és ugye ne felejtsük el a magyar arvizsulát, ami szintén arra, hogy nevezve rót,
olyan tudásanyag, ami a megelőző kornak a tudását hozza át. Hogy lehet bekötni Móricz Jánosot, ami a Móricz János, ami barlangrendszereinkbe, hogy a Pilishez van-e kapcsolata, hogy ez a tudás az egész világon egységes volt, hogy a barlangrendszerbe meg kell őrizni, el kell rejteni a tudásnincsünket. Akkor, mint amatőr nyelvész, kapcsolatok le az árvésünkről szóra, van egy Visegrád nevű településünk, ami ugye egy értelmetlen. Én el sem tudom képzelni, hogy létezett volna olyan elmebeteg ősöm, aki olyan nevet adott volna egy településnek, aminek nincs értelme. Ma se beszélünk értelmetlen, de minden szavunk mögött ott van valamilyen tartalom, ezért beszélünk, ez a dolog magától értetődik. Amikor pedig a grádot akarom érteni, a vizek grádját, akkor megkapom Visegrád valódi magyar értelmét, korántsem szlovák eredeti szó. Na most, ha a vize ebben az értelemben a helyére kerül, akkor ugye Veszprém vízperem, és az árvize uru is értelmet kap az árvizsúrban. Ugyanis az uru szó kiterjedése mutatja azokat a rétegződéseket, amelyek az előző kérdésben azt hiszem, hogy érintőleg már szó esett. Viszont az uru kiterjedése a dinoszauruban is ott van, de a turulban, sőt az oroszlánban torzult uru láj is, amely a lájvonalaknak az értését, tudását adja. Az uru mindenségnek a tudással. Na most, amikor ennek a térképnek a segítségével megkaptam a kál, on, bak, on, tihon és pánon értelmeket, az on raggal, on the table mondja angol, de hogyha egy kicsit maradunk a közeli vonalban, minden esetben a valami rajta értelmet takarja. És ebben az esetben ugye pánonia már nem egy kétrendes fogalom, mint ahogy a salon a ezüstdénárján is egyrendel van. Megpróbáltam a tudományosat, hogy nem megkérdezni, hogy miért lett egyszer csak kétrendes, ilyen kérdésekre nem tudnak válaszolni. Ez egy ilyen múlt tudás degeneráló program, úgy a Tudományos Akadémia része, mint ahogy a geológiának és az egyenletnek a degenerálása. Ezen a vonalon tovább haladva, én ezt egyszerűen pántengelynek hívom, ez pántól nippán, japánig, sajnos itt halad át, pánon, ilyen, pán, pán, pán. Amikor a pánban maradt keresztező merőleges vonalat megtaláltam Osztok pánnál, érdekes, hogy ez az egyetlen erre a vonalra merőleges vonal, és a másik vége pánon halonnál ér véget. A közben miért éppen magunkból pánnál metszi a pán tengét. Az Iszter vonalak, a Dunát hívták végebben Iszternek, jelenleg jó pár országban a névben szerepel ez az Iszter fogalom, és az Iszter és a pán együttese sétáltatott át engem Dél-Amerikába, és ott nem olyan a májikonti kapcsolatban vagyunk, elég jó beszél már magyarul. Itt ígérte meg, hogy meg fog tanulni, én is a kezdetek döcögése után már boldog, hogyha a megküldhetett tolmácsoknak. Tehát ő nagyon jól halad, és ebből a pecsékből, amit most itt körbe fogunk megadni, hogyha megengeded, egy kapott egy másolatot, és döbbenet, de az én urupán pecsétemet az ottani olvasat szerint az Amazonas vidékén, pán, fordítva olvasva, Napurúnak mondják azt a területet, ami az Amazonas, mint a minden folyó környékén létrejött nagy kultúrát, azt a kultúrterületet jelenti. Tehát ennek a vonalnak, amit itt látunk, a kiterjedtsége ilyen szintű. Tökéletes mértani pontosággal megkerülni a Földet, és a kiinduló a kezdőhelytől, a kezdőhelyig úgy, úgy megy végig, hogy milliméter pontos. A mai legnagyobb technikával nem hiszem, hogy képesek vannak rá megcsinálni, nem beszél arról, hogy itt megatonnálni helyekről van szó, amelyeket meg kellett ennek érdekében mozgatni. Itt van egy barátom, aki azon a széken meg tudja mutatni, hogy ezeknek a hegyépítéseknek a technikája az egyik urval, a turval, a rendelő mindig ülletbetűvel jelölődik, mintha fából sokat egymást megérakunk, akkor képződik egy rengeteg fa, ami a rengeteg fa le értelme. Ilyen kézenfekvő, ennyire értelmes a történet, a turoldal is, ugyanis a turó, amiben benne van, rengeteg tudást jelent, tehát a turóban lévő hazai mai
latinnak mondom neve, de mi kazettának mondjuk a kőkazettákat, a kazamatákat is, és a kicsődésre nem tudom bizonyítani, hogy rengeteg szó van a latinban, ami biztosan magyar eredetű. Tehát ennek a nyelvi, anyagi, a hegyekben rajzolt vonalbéli bizonyítéka, itt van az orrunk előtt, nem kitaláció, nem idea, nem ábrázás, nem nemzeti oldali magamutogatás. Ugyanis ez a vonal, a Google Earth-ön ellenőrizzük, az Amazonasba úgy fut bele, hogy közben teljesen véletlen útba ejti az Atlantis. Az Atlantis spanyol kontinentális talpa alatti rajzolatát, mióta kiraktam, illetve megjelentettem a könyvet, azóta az ottani emberek, most remélem nem sértettem a rendőrséget, ezek, akik ezt karban tartják, folyamatosan hetente halványítják. Ebből látszik, hogy gondolom vagyunk. Az ottani kultúrlenyomatok még az ősi magyar nyelvben, a torzított keresztény fogalmakban is kimutatható, ehhez ugye a magyar rajzolom, de talán egy kicsit később. De gondolom, hogy most felrajzolnám a térképnek az eredeti vonalát, jó? A pecsétet, amennyiben többfelé tud figyelni a közönségnek, akkor mehet, hogy a költésnek annyi a lényege, hogy a kazein, tehát a túró, egy minőségtelen, tehát nagyon zsírszegény túró, égetett mészkővel, ami bármilyen tűz közelben megoldható egy mészkő darabbal, olyan reakciót indít meg, amivel utána bármilyen kristályt folyékonyát tudunk tenni. Ez azt jelenti, a szemet 3 perc alatt folyékonyát tesszük, bármilyen kristályt folyékony állapotban összekeverek bármilyen kristályjal, mikrocsigrát belekeverem, 20 perc múlva megköp, és kézben elviheti a kőbe zárt életet bárki. Most nincs nálam mikrocsigra, de hogyha érdekel a társaságot, egy kölcsönlaborba szívesen meghívok mindenkit, és ott mindenki szíve szerint, igénye szerint kevergetett kristályokat. Vannak örlőképek, összeveráljuk, és ebből a kálcit nevű mészkő kristályból aragonitot tudunk főzni 20 perc alatt. Az aragonit nagyon komoly gyógyászati eszköz kristályozunk 20 perc. Megmutatnám akkor a térképet, miről is beszélünk, illetve a térkép vonalán azt a függőleges csíkot, amilyen a Földet megkerülő vonalnak a megkerülő. Kicsit el fogom magyarulni, de itt a könyvben van egy méretarányos álma, és hogyha itt az előbb mondtam, Google Earth-ön elviszhető, hogy ez egy X-krax, amit telepedik, mennyire pontos a valóságban. Bakon Háber mellett, Bakony Koppánál elindul ez a vonal, körülbelül Spanyolországot mondjuk így jelöljük, és még a gömbölységgel baj van, ahol oda kellene rajzolni hátulra, ezért így ezt a vonalat megkülönösítve leegyszerűsítem. Ez Európa, itt van benne Magyarország, és az van, ami ott elhalad, Spanyolországnál itt megmutatja Atlantiszt. Atlantis sem értelmet, nem nagyon látlátós hely, ugyanis ez a lejlátás, járásokat induló lábvonal kimegy Dél-Amerikának arra részére, ahol az Amazonas átere van, és itt halad el mostani Inkának nevezett irodalom. Mindent mondom, miért nevezett. Ugyanis őseink egy bizonyos gyakorta használt fogalomra, nem minden esetben használták a teljes fogalmat, ami nyilvánvaló, azt egy-egy betűkkel jelölték. Mivel a magba, a Föld magjával nagyon szoros összefüggésben vagyunk, és az összefüggések májnapig élők működők, ezért ennek a magnak nem betűt adtak, hanem köt alapú bármire vonatkozóan, annak pedig egy K betű jelzi a körösség. Tehát amikor az árasztott padok medencéjét a domonkos érsek parancsára D betűt, T betű, illetve a rovás D betűt ellen degenerálták, addig ez a Kárpát medence a kör alakú árasztott
Padokot. Tehát a Kárpát-kor ezt jelenti. Ugyanúgy itt Bakonon van egy körpecsétre, amit a megfenét, hogy megmutatott, nem a nemezben van bent a kis, itt a nemez az a kis kérdés. Tehát ezen a módon jelzett, tehát a pecsétjei pénzei máj napig élnek, ebben a körben helyezkedik el Bakony Ábel felirat, ezen a részben. Ma úgy mondjuk, mivel Bakon rövidíti a B betűvel, Bakon köszönjük. Én körben adom, jó? Persze. Ezért a kör alakú írásban a ívet írva a kő n, hármasosztatú, ívbe írt betűkről beszél. Ha ezt egyben rakjuk, jelentetjük őseinek a kőkor óta könyvbe nyomtatása és könyvolvasása van, ugyanis az ebből számít ez a könyvszak. Csak hogy, ha ívbe döntünk egy A-betűt, ugyanezen a módon, akkor ezt a figurát kapjuk, ami így könnyen Y-nál alakítható, egy kisebb hibával. Na most, amikor a Bakon Ábel feliratot így fölírjuk, akkor kiderül, hogy ez a felirat, a Bak, N, ez az on képző, ugye, valamint rajta, és itt az Ábel, ezzel az eltorzított ívben megfekvő A-betűjével lesz Ábel. Egyben Bakony Bél mondjuk ma. Csak hogy ha ezen mondom tovább megyünk, ennek a körbe írt szövegnek, amit a pecsét is mutat, tehát 3600 év korszakban, ma 20-30 év alatt változik egy angol stílus, illetve kifejezés. Gondoljuk végig, hogy hány olyan kifejezés, illetve írásmód változik ekkora időben, még ha csak a felelőzők is. Így ebben a körben írásban, ha logikusan nézem azokat a szavakat elnevezhetni, például itt hol a tükösség, teljesen értelmetlen, viszont ha a máshol hangol torzításánál szakítom meg, akkor kijön valami. Úgy somló hely, nem ezt a omlós hely, mert amikor megfagyott a Balatonra, simán fel lehetett oda emelni, utána leengedték a vizet, megfagyott a magát vízzel megszívó omlós, bármilyen omlós kő, és utána egy ilyen leelfűrűni hanggal, ezt akár le is lehetett dolgozni mindenféle kalapálás nélkül. Ott, ahol nem kellett, azért kellett ütni, mert a márvány nem szívja meg magát, az ütős lett a körrobáson. Tehát a Bakon Ábel ebben az értelemben ezzel a vonalon találkozik az inka kultúrával. Most tegyük meg, hogy ugyanúgy kinyitjuk a mással hangú torzításnál, mint ahogy kinyitottuk itt magat. És kiderül, hogy Káin és Ábel ez a vonal. Tehát Káin és Ábel története a Bakon Ábel lejvonallal magyarázatot ad az Ábel, lej, és mint ahogy a területet minden esetben máj napig is hiába fejezi, a Dánia, Hollandia, sajnos energia is terület, nem fizikai képlet. Ezért a Baba lej ilyen területet határozó bígme. Kicsit összecsúszott a látható. Tehát a Baba lej a Biblia nem más, mint Káin Ábel történelme. Káin Ábel történelme ellen az inkvizíció ezeken a vonalakon rettenetes pusztítást hajt végre, mert a Biblia valódi értelmét, a valódi geológiai, mára ható energiaszabályozó, ősönyök által épített energiaszabályozó rendszert igyekszik védeni. Ezt a mi jogos jussunkat akarja a pénzért továbbra is árulni nekünk. A Földön nincsen energia probléma, egy probléma lenne, ha nem használnánk fel, akkor fölrobban a hét. Tehát gyakorlatilag ezeket a működő rendszereket abban az időben megépítették, majd egy nagy történelem, talán egy komolyabb égkorszak után, akik ezt a rendszert el akarják tárfoglalni, gyakorlatilag sikerre végig is vitték, már napig azt sem tudjuk, hogy mit beszélünk, de azt mondjuk meg, hogy üszed. Pedig a fordítva megfordítva, pecsétlenyomatként értelmezzük, üszöd az, amely bő szűk világot választ el. Ezért szültek az anyjának üszöbön. Szűk, bő, küszöbön kívül, bőben szűk. És ez egy egyetlen tananyag, mi tudás,
ami meg, hogyha a vonatkozó részeit megnézzük egyéb lenyomatok alapján, akkor kiderül, hogy olyan hétköznapi egyetemi szintű tudás, mivel minden nap átlépő küszöbet felejthetetlen. Az egész tudás ilyen, így van beprogramozva, ezért van az, hogy nem kérdezi meg senki, hogy van az, hogy mi bejöttünk, hogy Árpád atyától a Kárpát-medencébe, itt már ugye magyarul volt elnevezve minden, és mi tudtunk lóháton írni. Európa ezt követően 900 év múlva kezd el vakarászni, de az írásainak minden egyes eleme, logikája erre az ősi magyar lovásírásra épül, de még az egyiptomi alsó piramisbeli lenyomatok is magyar. Tehát gyakorlatilag az ez elleni támadás és az inka vízió, ugyanis Káin és az inkákat látni le vízió megtorlásáról van szó. Tehát inkvizitor, nem más, mint az inkák víziója, hogy megtorlás, az inka látó vonat. A Biblia elleni legnagyobb bűncselekmény, ugyanis a Babeleia, az nem más, mint a világon megterülő kommunikációs rendszer, ugyanis ezeknek a hegyeknek a teteje, már napig legtöbbje kopasz. Ugyan Mária Terézia megpróbálta fenyőfákba betelepíteni, de ez az az eset, amikor fagy visszaga. Ugyanis a hegytetőről most már meg kell fölvenni, mert láttam, hogy ott van a fenyőfá, akkor ez a vonalnak része, mert azért van ott. Egyébként a nálunk Kárpát-medencében nem őskonos fenyőfá, a fenyőfá került volna. És ráadásul egy folt van csak, tehát nem a fölterjedt fenyővéletben, hanem ez egy mesterséges. Van egy szavunk a Kárvárja. Kál az az egyetlen vezér, aki a pajzsjának is nem megy le. Ugyanis Kál felel a világot megkerülő üzenőrendszernek a működtetéséért, tehát minden üzenetet Kál vár. Ezért hívjuk Kálváriának, mert annak a keresztje, ami fönt a Kálváriával, nem nagy fáradtság rámegyik a fölmezni, megmutatom, hogy biztos, hogy az egyik irányban is egy csúcs van, egy olyan, és amely a kereszt mutat, a másik irányban is egy csúcs van, ugyanis ez egy üzenőrendszer. A tarsolyosok, az ezüst tarsolyjal leveleztek. Meggyújtották a falevelet, és ennek a fényét villantották át egyik egyből a másikra, ezért mondjuk, hogy leveleztek. Különben, hogy jönnék a levész. Ez a rendszer az óceán és a ciprusi bekötőrendszereknél létrehozza ezeket a hatalmas köröket, ahol a termésekről a forgó mozgásra polírozzák, és a tarsolyosok szögre akasztott tarsolyan dolgozik, ez a fölszegecselt tarsolyat mai találmány. Az az eredeti funkciója meg a szögnek, hogy lazán tartsa a mozgás közben polírozza a tarsolyt, bármely pillanatban tükörfényes, hiszen a tükör az az ezüst már napig. Tehát ezzel a villantó rendszerrel megkerülve a Földet, egy állandó információs rendszer tartottunk fönn, amelynek ugye a mai magyarázata a pénz nélküli kereskedés. Kint voltam Székelyúval helyen, megpróbáltam oda menni egy emberhez, és a házasszony megállított, hogy nem ennyire hozzá az Sanyát, mint nagyon vártak volna. Azt mondta, hogy pénz nélküli erdély, a mai napig használt fogalom, Sanyát. Sok, tehát pénz nélkül lennek kellett a Sunyerság ma Erdélyben. Ha végigviszük a Sunyerságnak a ilyen értelme vonatkozását, rögtön belefutunk a tatárlakai korongokba, amelyeknek a kódja ebben az osztatban azt jelenti, hogy a tárgyalat szimbolizál egy felső osztás, hány darab, és a felelen érték, amit egy, mit tudom én, ilyen szimbólum határoznak, akkor hány darab, ki, melyik világító pont a hegyek közül, hányadik, és itt megint látszanak a jobb oldalon a lángoló hegyek, ebben a sláger tatárlakai korongban, hogy ezt hányadik hegy tulajdonosa, ezzel hányadik hegy tulajdonosával kötöttem ezt az üzletet. Ez a tatárlakai korongnak a lényege. Hát szóval figyelembe veszi a teljes tatárlakai anyag úgy olvasható, mint egy mai mondatot. Tehát ennek a története egyrészt bizonyítja ennek a működését, ennek a társadalmiságát, és ugyanakkor az ezek ellen elkövetett, májnapig folyamatosan elkövetett cselekményeket is. Tehát amikor ennek a hegyvonulatnak az idejét és korát próbáljuk helyretenni, akkor kiderül, hogy be kell idézni Tóth Józsefet, Dodit, az épített magyar tár, szerencsére volt lehetőségem találkozni a halál előtt. Ő föltárta azokat a
hegyhátrakra, völgyeket, kismosásokat és egyéb városokat, amelyeket az osztrák nagy monarchia idejében az osztrák hatóságok digitalizált térképen nyomon tudunk követni, és minden állítása teljesen harmonikus az én állításaimnak. Így értelmes volt megkeresni azt az anyagot, amivel a hegytetőket helyre lehetett úgy pofozni, egy átépített hegyrendszerről van szó, nem kis munkával csinálták, hogy az amortizációt széles és a többi lepusztítsa el. Ezért elkezdtem a túl vonalon kutatni a túró környékét, és amikor rájöttem, hogy a kazai ugye milyen ragasztó hatású történet, akkor villámszerűen elindult ez a sziklaöntési program. És kiderül, ugye a felső rétegekben, bármilyen bányán és környékén láthatjuk, hogy a tetejet fagyáló, az aljára, ha leérünk, azok a kálcium alkotók pedig nem fagyálnak. Felkerülnek a felszínre, rövid időn belül, egy év múlva szabályos a lisztjeivé fagynak széje. És érdemesen elgondolkodni, hogy a felső az fagyáló, az alsó, mennyi volna ideje bekészülni erre a dologra, az meg nem. És akkor megnéztem a keresztmetszetét, és kiderül, hogy pontosan érkezik a kenyérébe. Úgy néz ki egy darab kőhagonat, hogy egy ilyen éles szerszáma elvág, mint egy szeretkenyér. A benne lévő buborékok egyértelmű, mint ahogy a kenyér tavasztásánál is a gázoktak létére utalnak, nyilvánvalóan akkor a kőben is meg kell keresnem a gázbuborékokat. Ezeket a tektonika és egyéb zavaros dolgokat akkor már régen nem hittem, hogy nekiálltam a megfolyatott listás szerkezetet gázosítani, egyrészt belevitt anyaggal, másrészt pedig külön gázzal, és megkaptam azt a nagyon bonyolult értelmet, hasonló egyébként, mint a küszöb, hogy ez egy hab tudás. Tehát a hab tudás a pecsét tanulsága szerint ugye urú, és igen, nyugodtan mondjuk ki, a térbódításnak a háború ez a módja. Nem barbárokkal jó, hanem a bar és bárgázzal gazdálkodó, követ havasítani tudó olyanok magyarok, akik a pót, a pót ugye bár Olaszországban folyó, Ipoly, Szlovákiában folyó, Potok, Lengyelő, Özönvíz, Nepomuki, a vizek szentje, pohár, pocsolya, víz, víz, víz. Tehát ez mind víz, és ezt dánoló emberek szabályozzák a hablókkal, a pohár tudással azt a bal és bárgázt, ami együtt barbár. Tehát gyakorlatilag minden negatív elkapcsolatos fogalom istentelen magas tudásról szól, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia máig napig nem képes fölfogni. Sok magyar ember nincs itt. Ennek az összessége mutatja azt az időt részint, hogy ennek a létrehozásához hatalmas időre is van szükség. A Kála Mária vonalát megtaláltam, a Kála osztorokat. A Kála vonal a kereszteződésénél létrejött kolostorok, ha a térképen hiányoznak, valóságban nincsenek ott, én elég nagy téttel tudok ráfogadni, hogy két ásonyok után megmondom. Tehát az, hogy hol van Fehérvár, ezzel a szisztémával, egy vonalzóval és egy térképpel azonnal kimutatható. Az, hogy hol van a tálosztorok, és mondjuk tálon mit tárolnak, tálon tár, az egyértelműen mutatja az önképzővel, pláne, hogy tálon tárhely van. Minden szavunk, legtöbb szavunk, hosszúak. Ezen a hármas osztáson értelmesé vált. Pármán, ilyen kétennel egyenlő, attól függ, hogy mely kultúrkorban élni. A pánania azóta kétennes, mert a fizetünk azért az ellenségeinknek, hogy ők tudományos akadémiára nevezik magukat, és így az újonnan született magyar alaptörvényben egy ilyen fókuszpókör csinálva a hatalom megvédi a tudományt, mely tudományt a saját ideológiájának rendel alá, majd, nehogy unatkozzunk, a P-pont ezt kötelezővé teszi számunkra, keresztül vallásra lépjük, és ezt hívjuk demokráciára. Tehát ez egészen annyira nem emberük, de nem vagy az ő teszik szerint, hogy belefér, úgyhogy én nem is nagyon van, hogy ők tovább fogadni. Tehát az inka birodalmi rendszer és a Bakon Ámeli, a Baba Leján, a lejvonalon keresztül találkozik, teljesen véletlen munkahelyre Atlantis. Szia.
körülötéssel kapcsolatban ki akarja a körülötés úgy megint, mert akkor tényleg egy kicsit meg kell tartani, hogy a gondolatban. Egy pár kicsi szünet, és akkor ott álljuk körbe, nézzük meg, olyan, hogy készül a kő. Az életet azt mondjuk, hogy nem konkrétan a tűzzel érintkezett az anyag, hanem nagyon magas hőfokon meg van hevítve, és utána kerül ez úgy ledarálásra, hogy sokkal finomabb lisztel is tudunk dolgozni. Csak úgy fordulok szerintem, hogy mindjárt látható módon, de hát remélem, mert nem minden túl egy forma, hogy megfolyatja ezt az egész rendszert, és a későbbiekben, ha már nem égetett kálciumból utána teszünk, gyakorlatilag, amíg mozog, végtelen mennyiséget képes magát, ami nyilván végtelen, amit most először. De a dobogókői totemoszlop környékén van egy ilyen nagy fekete gyűrű, amiben négy fehér befét van benne. Annak darabjait 2 kiló dugóval csináltam, 60 cm mélyen, 1 méter 20-szor 1 méteresek a kockák. Ott lévő körülves barátaink nem akarták elhinni, mikor az egy talicskányi anyagba 50 kiló újabb kőpor borítottunk bele, aztán ez megint megfolyt, akkor már 2 talicskába szét kellett tenni, aztán megint 50 kiló kőpor borítottunk bele, és ameddig mozgattuk, ez folyamatosan folyt, úgyhogy a végén 3 talicska anyagot, mint a hipbetont öntöttünk bele, anélkül, hogy egy decibelet tettem annak hozzá. Hát szinte hihetetlen az, amit tud produkálni. Milyen túró volt? Milyen túró? Oké. Jó. Az a titka a dolog, hogy a zsír, ami rajta van a túlón, az gátolja ezt a folyamatot. Tehát minél zsírszegényebb a túlón, annál látványosabb ennek a megfolyása. Csináljunk még egy tünetet, nézzem. Elkezdett már gyöngyözni, látszik, hogy másképpen viselkedik az anyag. Most kezdi lebontani a kristály szerkezetet, és a kristály víz kezd kisétálni belőle. Forgatom egy kicsit tempósabban. Nagyon érdekesen reagál a mozgásra. Tudni kell, hogy meg kell ragasztani, évig 50 000 mondom, tejet azt mondom. Munkai védőipar. Ha nem tudják megmagyarázni. Ugyanis ez alapból bizonyítaná, hogy ezt a valóságos képeket kiteszik, akkor ennek azonnal utalásai vannak a ősi kultúrára. Tehát igazából a simában is van ott. Télen egy körfűrésznek a mínusz 17 fokos lapján is megfelelődik. Tehát ez egy olyan építési lehetőség, egy olyan hangulpáború, amit nem befolyásol a hőfok. Így a vízutak. Ha beszélnek arról, hogy a piramisoknál is nagyon sok az öntött kő, akár a Bosznánál, akár az egyiptomiaknál, hogy elképzelhető, hogy ott is valami hasonló technikát használtak? Én a magam lehetőségei között próbáltam megönteni a mindannak az anyagát, és ekkor találkoztam egy emberrel, aki kérte, hogy nem érne kezelőből, dolgozik, és körülbelül olyan 3 órán belül kicsit hozzátette az ő magas technikáját, de ez is az autót is, amit mondtam. Tehát én mint próbálgatom, én elszorasztosan kevergetem, ő pedig elektromikroszkóppal figyelte a próbálgatot és a figyeleket, és egy egyiptomi mintát nyomott be, azt hiszem valamelyik is a mutogatott. Azt ő csinálta, és erről az angolról szól. Tudni kell, hogy ezek rádióaktív hatást is kifejtenek. Tehát nagyon furcsa az, amikor kétfajta anyagot keverünk, így megmondjuk, gyakorlatilag, hát ilyen módon nem használható, de elektromos áramot is előállt. Nagyon kocsolatok, ezt nem. Egyszerűen nagyon-nagyon komoly szakemberek értetlen látnak előtte. A tudományos, hogy megpróbáltam leadtam a Veszprémi szervetlen, egyetemen a szervetlen, azt hívják, hogy nem
tehát mindig szól a kutyának. Aztán nyomtalanul eltűnt a mintám is, meg az, hogy én beadtam, az is, meg egyáltalán nem foglalkozott szarvasos is. Tehát ő nem tudja ezt a témát fölvállalni, nem akarnak ebben az ügyben semmi olyan nyilatkozni. Hát itt a kolontári történet, Kálmán tárhely, kolontár, és azok az anyagok, amik a pajosban vannak, én sajnos még nem jártam, hogy annyira vigyelben következően találkozom rá valami, és akkor meg tudom mutatok, vagy megmutatni, hogy ez a kérdező is van. De itt a képeken kértem fel olyan képeket, ahogy rámegyek a egyetemben látszik, hogy erről van szó. Ott is az a nagy átvívaló az alsó teremben, az biztos, hogy ez. Aztán azok a díszített oszlopok, amik lent vannak itt nálunk is az alsó rétegében, azokon is tudom emelni azokat a pici darabokat, amik bizonyítják. De hogyha bárki a hegytető Tatabányán, a turulmadár előtt, mögött, fölött, vagy bármilyen kolostor környékén, ahol látszanak ezek a magosított kövek, mozgatok, az én mozgatok. Vagy egyébként? Csak mozgatok, tehát ezeken a helyeken földhöz vág egy ilyen nagyon darabot, előtt tudtok találni egy olyan maradványt, ami másképpen nem kerülhetett bele, mint egy mondjuk közben. A piramisoknak a nagy kockáját, amit szétszették mostanában, találtak meg elég bizonyít a számomra, a másikat még csak tudunk beszélni a magasra. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a statikailag fontos köveknek a széle, a minden esetben rökeni, majd amikor összetve kiderül bent, ilyen hullamékszerű anyagok vannak bent, és azok ilyen morzsalékosak, tehát a technika nyilvánvaló. Most a Esztergomi Bazilikának a csodálatos kő oszlopai, hatalmasabb, azokban a negyedikről ilyen nagy felületen hatalmat a kőzőbó jutás, és látszik a téma. És nem tudom, hogy segíteni. Rá az a kő, amit most irányított ott, hogy ez egész az a fegyébér, semmi, minden, minden más, erősebb az egész rendszer. 1700-as történet, úgyhogy az 1260-ban épült bazilika előtt Barnógya András, jobbról pedig István elindult csak a Moszkva állás, akkor ott ebben a szóval ennek a hátulján is látszik az öntetkő. Ugyanakkor van még egy érdekesség, hogy az István koronázási iniciálban látszik, hogy nem a magyar koronában van koronázva. Ennek a szobornak pedig az a sajátság, hogy van egy hatalmas dinnyi alatt van a kezében, ez az ország harmadéve közén. És ezen a hatalmas gömbön, ezen rajta van az István fején, egy ilyen angolatikusú korona van. A koronázási iniciálban mindenki. De azt megtaláltuk, az egy nagyon érdekes történet. 60 centinként váltakozó talaj úgy van összerakva, valami dinamó vagy kondenzátor lehet egy ilyen földsugárzást gerjesztő valami, és miután rájöttünk erre azon, hogy gyorsan visszatelhetünk minden volt, lehetőleg oda helyére. Ezek ilyen belső szabályozó. Na most, amikor a víz alatt kikötöttem idáig, hogy mikor a bazalt kísérleteket csináltam, ugye a mármány kísérletet csinálni, akkor nyomást kellett rátenni. Úgyhogy a kajásra, húzva megkapottam, homokot tettem rá kettőt csináltam, hogy a présülét, a szőlőprés ki legyen egyensúlyozó, ezt összenyomtam, hogy betettem a présülébe, és ezt elfelejtettem dolgokat, a piacot, virágokat, tehát ugye eszembe jutott két hét. Kivettem a gépet, lebontottam a nyomást, és akkor egy ilyen mármány keménységet kaptam, ami viszont kívül látvány szerint nem volt mármány, hogy nézkő volt, de a keménységet én a mármány volt. Ha szódába teszem, sósúba teszem, akkor mármány. Tehát a széndioxiddal, ha fújatom, magul lesz, ha pedig nem fújatom, nem köt, akkor ebben a gyerekbeesben rögzített módon onnan is kivesz le, és akkor a szobrókat és akkor ezt a borítást, mert gondolom, hogy is volt. Hát nem tudjuk, hogy rendes, de még nem kaptam fel. Ezek az oszlopok legtöbbet, de a belvárosban, Budapest belvárosában ezek a hatalmi szimbólumok, a nagy épületeknél, de bár lehet, hogy hatalmas márványfalakat, ami
Innentől szabad a játék egyébként, bármi bármivel lehet kevergetni, és akkor van úgy, hogy olyan anyagot kapunk, amiről tudjuk, hogy micsoda, vagy pedig nem. Ezt néztem az előbb rajta, hogy azok a klasszikus jelek vannak, amik ugye a Sirius-i aranynevezeken is tartodnak. Ez a romás írásokban, igen. De ez a Sirius aranyneveze rajta, sosem pecsétengerek el rajta, kínai pecsétgyűrű rajta, tehát a lősi nagyon régi nevezek is biztos. Nem tudom, mennyire érthető az Uru és a Pán felirat, hogyha pecsétnyomatként használjuk, akkor azt eredményezi, hogy az Uru megfordításával ugyanazt az Uru kapjuk, ráadásul a vásból. Viszont a Pán felirat M betűje, az a fordító C betű, így az Uru elé kerülve Euró, a végén maradt a Európa nevének a kódja a pecsétbe benne van, amit ugye onnan visz tovább megvárolom. Na most ennek a pecsétnek ugye azért lett áttörve az M betűje ebben a verzióban, hogy látszom, hogy ez ugyanaz az M betű, ami itt Európa feliratában az L betű. Úgyhogy az Európa csatlakozás, én ezután úgy tudom elképzelni, hogy Európa csatlakozik ide. Mert egyelőre az ősiségünk egy pici mindenre. Hát egyrészt már még akkor ugye az idő folyása mellett kell lenni a kezdeményezésnek. De az is érdekes, hogy jó, így van, meg így jár, csak. Ha Albániába elmegyek, megkérdezem az albán embert, hogy ő mitől albán, akkor mondja, hogy ő nem albán, ő illet. Most egy F-et elétérve, ami azt jelenti, hogy a helye halász, azt jelenti, hogy fillér. Most eltűnik a fillérű, az albánul albán azt jelenti, hogy ás. Most akkor Albánia pedig Ázsia. Európa, Ázsia. Eurázsia, Magyarország és Ázsia. És ehhez képest ez az ember, ez az albán ember fillérnek nevezi magát, szabad embernek, mint hogy a görög az ide szabad. És semmi Albániában nincs törekvés arra, hogy ez az ősi kultúra oda kerüljön, mert ugye gyakorlatilag azon, hogy minden itt van a nemzet, különféle leosztásban a minőségben, és van egy állam. Igen, nem a nemzet államban, mert az államközi kapcsolatokkal egységesek, az egész földön. Igaz? És mondjuk egy társadalmat. Mondjuk egy nemzeti kifejeződést, bármi államot, nincs. Eljutottuk odáig, hogy nemzet nincs, államok pedig egységesen a földet leuraló olyan szervezetnek a részei, amely rettenetesen vigyáz arra, hogy ne értsük, mit jelent Európa, Ázsia, Pannonia, Isztergán és az összes többi történet, ami kézzel fogható. Tehát ennyire egyszerű, hétköznapi dolog. Ha visszamegyünk, mire befejezzük, azt hiszem, meg fog kötni, és akkor jó. És utána felszedjük. Azt egész biztosan láthatjuk, hogy ez a kultúra, ami a magyar népnél volt valamikor, az több ezer évre még visszatálló és kultúra. Azt is tudjuk már, hogy a hun szkita szavakat megtaláltak, fejtik, hogy nem véletlen, hogy a suhányok indiánoknál a pélák őrzik a barlangot, mert a hungból visszafordítva a belsőt barlangot jelent, tehát a véla név az megőrzi a barlang nevet. Ugyanez a nagyon régi kultúra eszközeit láthatjuk itt az asztalon, azt hiszem ideje lenne rátérni erre, ez biztos látható, hogy komoly egyházi vezetők is hasonlót használnak, de ez a másik, ez még érdekesebb lesz, csak erről is még szíves beszélek. Megint a szavakhoz szólunk, ugyanis a nagy erőtséget szokott okozni, amikor elmondom, hogy én nem hiszem el azt, hogy egy ősember felkelt volna az ős asszonyom előtt, és azt mondta volna neki egyik reggel, hogy elektronikát fonográf. Hát ezt nem nagyon valószínűleg tartom. Így aztán visszapontva haladva a történetbe, végig kellett gondolnom, hogy azt miért mondta volna, hogy alma, vagy ló, vagy te, vagy én, vagy ő. Tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen értelemmel kell megközelítenünk ezeket a dolgokat, és kiderül, hogy azok az alapszavak, amelyek
alapfogalmak, amelyekből összerakjuk a szavakat, azok önálló értelemmel bírnak. Minden egyes betűnek jelentése van, és egy-egy rakként, ha megjelenik a vonatkozó tárgynál, akkor abban az értelemben van jelentősége. Tehát, hogyha azt mondom mondjuk, hogy aludni, akkor megint csak a Tudományos Akadémián kell megkérdezni, hogy miért ment el a lúd szóból az étezet. Ugyanis aludni jobban kifejezőkben, mint ahogy a lúd csinálja, nem tud semmi. Bedugja a szárnyalán a fejét, és úgy csinálod, mint a lúd. Tehát az biztos, hogy akkor alud, amikor a szárnyalán van a feje, ebből összeszól. Ha egy fa ládát ráteszek a vízre, akkor az ott ládik. Úszik, ládik, ikesítjük mondjuk most, és megpróbálunk hozzátekerni a olyan szabályt, ami teljesen irreális, hiszen a fázunk, a fáért mentünk, a levelezők levelet gyújtunk meg, ha olyan ládát úsztatunk, akkor ládikozunk, tehát ládikázunk. Amikor a kocsi és a csikó értelmét megértettem, körbevásom, csikó, 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 attól függ, honnan kezdtem, ugyanis a magyarok nem ültek rá róla 8 éves koráig, viszont 31 éves koráig utána használták, kikimérték az ízületet, megvárták, mint beáll, és addig a csikó húzogatott egy fakockát, ami alá egy kereket tettek. Tehát csikócska, csikócska, fakocka, csikócska, hármas értelmet takar a szó, attól függően, hogy honnan kezdjük nézni. Ez úgy merőben borítja a mai tudományos megközelítés, de bármelyik szóval meg tudom csinálni, és szomorú hívja a tudományoségnak, a világ bármely nyelvén magyarul. Tehát minden, ami innen kiinduló kultúra, ezeken a legvonalakon keresztül eljut minden olyan nemzethez, aki, amely nemzet ezt a tudást bővítve létrehozza a saját kultúráját, illetve létrehozza azokat az alapokat, amelyek aztán ugyanilyen értelemben tovább haladva újabb szavakat hoz létre. Na, ennek az alapon kerestem a nyílvesszőnek az értelmét. Ugyanis mi íjászkodunk, tehát akkor ha az íjba tenném a vesző, akkor nagyon valószínű, hogy azt úgy hívnám, hogy íjvesző. Akkor miért mi? Igen, ám egy vakonyvében ültem fel nagypapám, még a Holományi Birtok felé menve mondta, hogy a nyiladéknál tanított fát vágni, és mondta, hogy ott kell megnézni, ahol a nyiladék van. Tehát a nyíl az minden esetben nyílás, nem csak az ajtónak a nyílása, hanem az egyértelmű a nyíl. És akkor elkezdtem kutatni egy-egy dolgokat, és kiderült, hogy a nyílvesző, ez a nyíló vesző. A világ elstabilabb három lábvesződe. Ezt egy fűcsomó között rakom meg. Itt ez gyakorlatilag addig terhelhető, hogy a háromnál bírja, nem fog elmozdulni. Itt nyilvánvalóan nem fogok vele nyilazni. Tehát ez a nyílás. Egy mozdulat. Egy kézzel, egy mozdulat. Na most, amikor megértettem, hogy a nyílvessző, hogy mi a szerepe, hogy működik, akkor megnéztem azt a mára a tegezt próbálják a pusztrával összekeverni. Pusztra az egy cső. Nyitható, nagyon fontos, hogy fehér legyen a belseje, ugyanis ha a fémreszeléket rászólom a levél fényére, akkor kapom ezt a csillagszóló hatást. A leakasztató tarsolom ezzel, összesülítem ezt a szétdúrant nagy fényt, és ezt beleirányítva a pusztra csőbe, a tarsoló lemezre, ha rábeszélek, a fény a pusztra csőbe elviszi a hangot. Ezt a mai tudomány úgy hívja, hogy kábeltechnika, tehát a filmkábel ezen az elven működik. Nem kitaláció, a YouTube-on hosszasan keresgélve megtaláltam ezt egy ausztráliai fizikus csoport kísérletezgette, ők prizmával csinálták, tehát nem ezüsttel, hanem egy prizmával, és a hangot a fényről elektromosan vették le, véleményem szerint az őseik megtették ezt a dolgot. De azok a pontok, amik ott egymáshoz 8-9 kilométerre vannak, ezek a pontok ezzel a rendszerrel, ha nem használom a beszédet, a fényvillantó rendszerrel, világos nappal is nagyon jelentős fényt tudnak közvetíteni. Úgy néz ki, mint amikor messziről látjuk az infekesztést, ugye világító kék, nagyon erős fény, és ezt morzé jelleggel kitakarom, vagy elengedem, akkor nagyon könnyen magyarázatot kapok mondjuk a pozsonyi csatára, ahol 35 ezeren letakarítottuk a 250 ezeres összevont sereget.
ugyanis a velemség hasonlat átvilágítva tudunk egymással beszélgetni, akkor abban a korban nekünk nincsen esély. Hamarabb tudtuk, hogy hova fognak menni ők, hiszen mi az így előkészített túróba, kőtáblákba április órát csináltunk, tehát tudtuk, hogy egy terület mennyire nyilvános, hova lehet behajtani ezeket a nehéz páncélos lovakat, stb. Stb. Tehát a tudással, az unúval, amit az előbb felírtam, nyertük meg azt a csatát is. A pusztra cső egy olyan eszköz, aminek a mai magyarázat szerint a nyíl leszünk a tartása a feladat csapba. Egy olyan ember, aki akkorára tartotta magát, hogy megjelenje egy piramist, aztán parancsoljon se saját orcáját, majd kőfokosokban hatalmas szarkofágokba temessel önön magát, ez az ember egy ilyen botot, mint amit itt a kivennél, légy szíves a madzakosat, nem tekerni volna. Egy ilyen botot tart maga előtt. Azt mondjuk rá, hogy ostor. Szerintem is. Csak hogy ennek az ostornak az a feladata, hogy azt az egyenes oszta el, annak a madzaknak a kettéhajtásával, amelyik így egy szög, egy szakasz felező, itt van a csomó, nagyon bonyolult matematikai művelet, ketté hajtom, és a felén még ötökre egy csomó. Ez egy szakasz felező. Ezt az egyenes, bármilyen egyenesre, egy kifeszített magzatra fölmérem, ez a szakasz. A felezője, ez a szakasz. Miután a két magzag egyforma, hosszú egyenesnek a két végén rögzítem, és utána ezt az egyenes vesszőt, ezt a botot, elkezdem addig tolni, míg a két madzag meg nem vesző. Ez egy szög osztó, nem ostor, osztó. Így a 60 fokot 30-ra, 60-at meghagyva 90 fokra teszi azt a tudást mutatva, amit a fáraó az aranyba öntött piramis követelő fáraó már joggal tesz magáé. Aki abban az időben ennek a szög számítása birtokában van, ennek a szög rajzolásra, annak joggal van köze ahhoz a másik tudáshoz, amelyet ő maga előtt ebben a figurában szintén tudásként hirdet. Ez a pásztor, nem pásztor, hanem egy községünk, úgy hívjuk pásztor. Miért nem pásztor? Azért, mert nem pásztor, mert semmi közök hozzá. Az U betűből lett O betű, már Uruláj, Oroszlán, Uruzsló, Orvos, Lú, ma is használjuk Ló. Tehát, amikor a pásztor ura tudója, pásztorul, ezt a képletet használja, ez életű. Akkor még O betű. Próbáljuk meg az S betűnél olvasva, azon a térképen is meg, de meg tudom mutatni, hogy van a másik térkép is. Ez a stúpa fogalmazása. A stúpák sorát jelenleg ezen a vonalon építik úgy, hogy mi nem tudjuk, hogy miért. Ez kezdető helytől indul, a D betű, a rovásban nem. Kezdette, nem kezdte hely, kezdette. Ez a most állunk, ez a kör alakú árasztott medencék, a Kárpát medencének a peremben. Ez van a kör, nem körmente, körmente. Ez a körmente. Tehát, hogyha a tévedőt, a tévedőt a helyre teszünk, érthető lesz, hogy miért kettő. Kettő, a kettedik nap. Érthető, hogy miért kezdtől, kezdettől, és kezd hely. Kezdettől, egyébként kezdtől, ugyanezen a lejjön a rendszerre lemutat a gyakapenyő, Pálos Kolos. Ugyanilyen értelmi pontosságra mutatott a térképen. Na most, ha ennek a pásztalóknak
bármely szakaszára fölmérem ezt a botot, és a bottal rámutatok egy csillagra, a ide, erre a pontjára van szépen megjelenítve, egy pici szöget még egy függőleg is megmutasson, azt legyen, és akkor ebben szöget megtapom. És a nyakomban lógó nehéz, majdnem szívalok is valamivel, ezt a pontot rögzítjük, ezt most nevezzük a Jupiternek. Ez az egyenes, amit itt gondolom el lehet képzelni, oda mérnünk. Ebben az állapotban rámutat egy csillagra, itt teszek egy jelet. Tehát az a Jupiter pontja. Nem kell, hogy éjszaka legyen. Világos nappal ezt a botot beállítom, pontosan tudni fogom, hogy hol van a csillag, illetve a víz szabályozás, vagy ne találtam mondjuk egy olyan építkezésbe fogok, mondjuk ezen a területen, ahol nagyon fontos, hogy ez a szög 51,2 legyen, akkor ezt az 51,2 fokot ezzel a bottal ugyanúgy tudom rögzíteni. Tehát a szögosztás, osztor, és a pásztázás tudása, a pászta guru, az egységesen adja annak magyarázatát, amit a mai magyar nyelven még használunk, csak mint hogy a küszöböt nem értjük és számtalanul szavunkat nem értjük, ugyanúgy ennek is elveszítettük az eredeti értelmét, és mára nagyon jelentős energiát fordítanak arra emberek, hivatalok, Vatikán, tudományos világ megkerülő, vagy világ részére érvényes tudományos rendszerek, hogy ezt mi ne is értsük. Van egy régi nagy emberünk, Attilának hívjuk, ide van kiírva az országútra, hogy hol van eltemetve, és a hó azt jelenti, hogy lefedi a tájat. Kodály, hova, sőt, szervő, hauba, motorháztat, hogy jelent. Tehát tihó azt jelenti, hogy kiti honja, kiti fedele. Ha fölmegyünk a 26 méterrel magasan belső tóhoz, 2-6, akkor láthatjuk, a felső tónak peremén épült 12 piramis. Ezt a 12 piramis egy január-február értelemszerűen decemberben van a piramisapácsa. Miután ezt megértettem, az onképzővel Tihon, elkezdtem ott a környékén kutatgatni, és akkor ott azok a parkolót, ez a hatalmas fúrók átfogták, mert bencések nem engedték be őket. Úgyhogy ennek az alsó rendszere mutatja, hogy milyen szintű ez a vízszabályozás. A Balatont úgy kell elképzelnünk, tudom, hogy ez nehéz, Széchenyi, Kaposváron vagy Hajóban, Agárda Balaton része, tehát ez nem is olyan sok pár száz év, és törölték, tehát nincs a tudományos leíratokban semmi. Picit mondat talán még az előző Inka történethez, Inka Kályra napiramisoknál tartunk, egyesetedül a Pallas lexikon írja, a zsidók üldöztetése 490 oly mértéket töltött Európába, hogy az indiai Kravarban tartományban önálló államot kellett alapítani, melynek a portugálok 1510-ben vetettek véget. 1020 év történelem így eltűnt. Először azt hittem, hogy azért, hogy a későbbi területhódításoknak az alapját nem vonják kétség az emberek, tehát hogy egyszer itt voltunk ősegyen, egyszer ott, mert mindig ott vannak ősegyen, ahol az árasztással kapcsolatos információk alapján tudom, hogy érték képződött. Tehát most történelmi időkről beszélünk, nem már a vonalra betét könyvek, hanem ahol lehet ebből az értékből magunknak behúzni. És ennek a 1510-es hitelepítésnek a nyománál indulunk, akkor egyértelműen látszik, hogy a portugálok megkerülve Afrikát bepakolták az indiai tartományt, ezt az önálló államot, amely addig, hogy 1020 évig ott el volt, és nem mentek körül vissza, hanem egyenesen az Inka pillanatban tették le őket. Mindent. Nem maradt ott egy sem. Valamiért nagyon szerettek Inkákhoz menni, és onnantól számított 20 év múlva, meghalt az Inka birodalom. 1510-ben átviszik, 20 évben lehetett, kiírtják az Inkát. Most nem Ábel következik, ők voltak Káin, Ábel Mérő, Magony Ábel. Na most ennek a kultúrának, ennek a pásztaló történetnek egyszer az osztással, másrészt a hegyeknek az összerakásával van nagyon fontos olyan logikai sora ezzel a bottal kapcsolatban,
Ami, ha megértjük a fáraóknál, akkor megérthetjük a magyar nyelvben, és akkor megérthetjük, hogy miért van ez a bot pápai szentségek kezében. Ugyanis a függőjénél egy bizonyos szögben van egy kis háromszög. Ha arra állítjuk a függőt, akkor 50,2 a bot hátuljára a gyönyörűség. A vizekkel pedig az a helyzet, van egy gyönyörű szagunk, ahol Mengyelejő bácsi is tudja ezt a szót, ugyanis csak ennek a három elemnek adott két keresztnevet. Ugyanis a hidat is rovással jelöljük, ennek az oxinak egy kihangs egyenlő szabályzó szerepe van, és a mit is rovással jelölt. Rovásbotra munkafeladatokat írtunk, ezért robot. Tehát a rovásbot, amivel körbe a napi feladatot megkapta egy piramis építő, vagy egy piramis építő brigád, az oroszban már egy napi robot kifejezi ezt. Csak hogy a honszagunk hidrogén, oxigén és nitrogén értelmében a robás hidakat, ha megértjük, megint csak a kőtáblához kell visszajönni, és robás betűkkel idáig értelmezve a hidrogén, tudjuk, hogy a hidro víz. Igen, nem, de a hidaknak a térképezése minden esetben rámutat a mai a tópálya és vasútfelújítási összevetésekre. Ugyanis abban a tévhitben vagyunk, hogy a víznek, az útnak a híd, mint az útnak a kiszolgáló eszköze, nem igaz, fordítva. A hidat építettük a Pocsolya tetejére annak érdekében, hogy egy ilyen vagy ennél hosszabb ottal a dolinát tudjuk takarítani, hogy a víz lemenjen a magra. Ugyanis a víz abban az állapotában, ahol ez a három von ismeri a pecsét történetet, ugye, az ilyen. A világ minden nyelven használja. Egyik nyelven se tudja megmondani, hogy mitől a három von ilyen. Attól, hogy a három von ilyen a harmónia, hogy az oxigén ide húzva a vizet, vagy ide a nitrogén irányába levegőt produkál be. Ez a három von területe, amikor a harmónia föláll, ez a mi honszag. Tehát amikor a gén, a genes díjás kezdőhelytől megindul, akkor a vízszabályozó rendszerünket mutatja, ami a dolgyanágon keresztül lemegy a mag. Tehát ha a mag is terület, akkor ez a mágia. A lent történtek azzal a hőfokkal, amivel a víz bír, ő ugye H2O ketté válik, és a dupla két molekulányi víznél az a négy hidrogén leköti a szénnek a négy szabadértékét, az oxigén pedig ugye szintén dupla lesz, tehát kettő, így leköti a szénnek a négy szabad vegyértékét. Ezt hívjuk barlának, ugyanis ez a bár, lángolé, és ezt hívjuk kicsi nyomásra feljövő széndioxid barkán, barkabar körrobása a 8. magyar törzs. Tehát a hongenezis kódja tartalmazza Szent István 1011-ben elkövetett nemzetirtását is, amelyet német páncélosokkal bár, ez ugye a barbár, ez pedig a bárka, ez a barlán szavunknak az értelme. A kabar pedig az a történet, ami a barkabar-kabar körrobáson így fölfűzve, mint ahogy ez a szó mutatja, hogy micsoda rettenetes problémát okozott annak a kultúrának, nem ez a kultúra. Mindez hol történik? Bár anyagban éppen, úgy hívjuk baranyag, baranyag. Csak hogy itt nem áll meg a történet, mivel ha ennek a... Ennek a nyomán és az előző vonalon próbáljuk érteni azt a rengeteg hétközi korszakot, amiről beszéltem idáig, akkor kiderül, Salamon történetébe kell visszaszaladnunk egy picit, kiderül, hogy ennek a pogány, a pó, érthető
hogy a tó vízzel tároló, az guru pedig az a tudás minden esetben, ami az alá ebben a körben értelmessé tevő úrfogalmakat alá kerülve megmutatja, hogy mi a tárgya. Az előbb a nyelvi magyarázkodáson, vagy adóváson főtben megpróbáltam elmondani, hogy egy alapszónál hogyan kerül hozzá egy olyan betű, amit ma betűnek alárendeltnek gondolunk, holott lehetséges, hogy ebben megfordítja a szónak az egész értelmét, sőt, talán még a világ kultúráját is. Essel jelöljükből minősége. Es, mákos, rétes, rétes is minőség, mert hogy hasonlít a rétes. Túrók se, lovak se, ember, magas ember, mindig minőséges. Omlós a hely, és omlók a tehát, hogyha az a lányban minőséget jelent, akkor ez az urus láj, úr tudás minőségű látás, urus láj, ma oroszlának mondjuk. Ha az úr tével rengeteg van benne, benne a té, erről rengeteget jelenti, bármilyen magyar szavunk ellenőrizhető, ha az a kap, ami benne minőségjeles, akkor az pedig a talós. Ha itt az előbbi pecsét magyarázat érthető volt, akkor ez a pán. Ja. Itt pedig egy 8-as, mindegyiknek megvan az olvasási formája, gondolom annak idején egy geának gurúja, a föld tudója, át és akkor a kis szkíták magyarázat, hogy ezt így kell olvasni, urus láj, ez az el, a té urul az el, ezt így kell olvasni, a talós, és pedig végig kialakulnak a pecsétek olvasási sorrendje, az a mai számunknak a figurája. Csak hogy ennél a dímonál egy elég érdekes képlet alakul, itt az előző bárságra kell majd visszakanyarodnunk, és egyúttal ugye ez az előző 65 millió éves történet is itt fog följönni, ugyanis az nem az, hanem szab. Az olvasókban, ugyanis, hogyha a dinoszaurus olvasjuk, ez egy 8-as olvasat, akkor kiderül, hogy a dinó önmagában is föltehető egy körforgóra, és a dinó akár innen olvasva egy újabb értelmet ad. Csak hogy az Odin olvasatában kiderül, hogy mi a magyar vonatkozás, ugyanis Odinnak bár az anya. Bar anya van neki, ő ezt tudja. Urus, minden szóban tudás, urupánnak ugye tudjuk, hogy a párna kecske, ez mindegyik állat. De ez a dinó, aki egyébként a körolások Odin, egy olyan állat, aki dinoszauruszként a sárkány formájában építi be magát ide a területbe. Igen? Aztán kiszaladott tartományok országra, ami nem más, mint a Kánok földje, a Geán. Ez a Kánság, a Kán, Geán, Guru, a Kánok földje, akkor érdekes módon az történik, hogy ennek a vonalnak egy szakaszán egy állal kiderül, hogy itt is van egy Guru. Ez egy hely. Na úgy hívjuk, hogy Guru áll, ura. Csak hogy az al, bár, tetret, amely megint csak itt van a dinó anyukája a bár, hol bár ilyen is, ez a pecsétre látjuk, hogy a rögető az úrból, a pecsétre nyomatban ez a forma. Tehát ebből lesz bánia, bárja, hal, bárja, hal, bárja. A pecsétre nyomatunknak a magyarázata, nem tudom, hogy ez gyors volt esetleg, a Salamon sumér pecsétjét, hogyha pecsétre nyomatként elolvassuk, hogy kiderül, hogy Romulus Rémus. Tehát azért még olyan nagy romulus se tudnak, mert ez a történet mutatja az N-betű és a R-betű megfordításából keletkezett akkori korbéli primitívséget. Tehát nem volt képes még normálisan hazudni sem, mert nem igazodott el ezen az N és R-kó. És egy ilyen halomos ünnepecsétbe lopott történetből gátja magának a Romulus Rémus korbéli. Csak ha a dinóknak az a tudás, hogy őnek vannak báranyájuk, akkor azokat a gázföldtöréseket, amit itt Magyarországon lehetett annak idején, a nyomai még ott vannak, meg
kell gondolkodnunk, hogy az a sátán, aki ugye hüllő, hogy költötte ki azt a hatalmas tojást. Nyilvánvalóan melegvízbe. Ezért választan, ezért hívják vízbe az úrnak, mert ő tudta, hogy ő neki a bárba kell tolni a tojást, csak így szaporodhat, tehát az ő anyukája a bár. És minden a gondolat, hogy ha ezt akkor valaki megfogalmazta, az utolsó dínónál ott kellett, hogy álljon. Igaz? Utóra nem érkezik. Ha pedig ott állt, megfogalmazta, és ez a tudás átjött ide, akkor 65 millió éve halt ki a dínó, akkor 65 millió évesek vagyunk, mert ez magyar. Tehát az logika magyarul jön ki, nem beszél arról, hogy itt van áll. Na most, hogyha ezen a logikán tovább megyünk, a pászta út rátesszük, akkor kiderül, hogy a tagus nem más tagadta benne minőség, amikor az elektrolízissel ketté választott vizet szabályoztuk lent a maga. Tehát a mágia, amit az előbb a felső sorokban írtam, az nem varázslás, hanem, és akkor most megnyugorhatjuk egyet a tagusba, akkor igen. Tudják, hogy az, mint ahogy nálunk az Iszter, egyszer csak Duna lett, hogy miért nem tudom, mert el nem tudom képzelni, hogy bármelyik ősöm egyik nap így hívja, aztán majd ott még egyszer csak átjön a másik vonalon. Érdekes párhuzam, hogy az Ável vonal a másik felén, a Káliban pedig azt a folyót, amit már a Amazonasnak hívnak, annak idején az öregek fájnak, mint Enfer. És az a turbó, amit az előbb mutattunk, az ugyanúgy az enét termékenyíti meg. Ebből jön létre a vizek forgása, úgy, hogy a magam ketté válik, a kérdász följön létre, hozza a bioszférát, majd ha pár állapotban van, akkor pára, ugye? Felszáll, mert felhő viszi. Majd megkapja az oxigént, akkor már nem tud felvenni, mert az oxigénnel találkozás az égés, ezért hívjuk égre, mert a hidrogénpár ott ég el. Abban a pillanatban, ha a hidrogénpár elég, H2, S2, S2, mert megváltozik a falsúly. Ez a forgás kisdénes elmetővel ezen a gerán történik, ennek a területe, ami ilyen. Ez az Amazonas. Tehát azért mondtam az elején, hogy a végén bebizonyítom, hogy az energia és a mágia is terület, és minden, ami ilyen végű a világvilágból, az területet jelent ennek a működésnek az állatokkal és az egyéb vallási eszközökkel elterjedő verzióját helyettében bizonyíthatóan minden nyelvben. Ez azt jelenti minden nyelvben, hogy ennek a működése ott, ahol zöld növény van, létezik biológiai élet, ott ez bizonyítható. Másképpen nincsen élet, ha a víz nem megy a magnyomára kettő és nem hozza fel a szemet. Amikor ősszel kiszárad a növény és elveszi a vizet, akkor keletkezik a szén vagy széna. Öregapám tudta. Tehát pontosan tudta, hogy ha a növény csücskén, mondjuk itt egy szép levél, de ha nem tud sikerülni, itt megjelenik egy csepp víz, akkor abban meg tudja számolni a hányat? A hármat. Ez a harmad szabad. Szóval. És abban a pillanatban, ahogy ki lehet a teljes harmad, mind az összeset, akkor a szén marad, amit úgy hívjuk, hogy a szén A. Mert körrovásra innen is nézhetjük. Na most, ha körrovásra értelmezni akarjuk az éjszakot, akkor az kész van, bent délen pedig él, tehát megvannak a területi leosztások nyelvekre visszavontva, megvannak azok a dolgok is, mind, amelyek a hétköznapi élethez kell. Olyan tudás, hogy a küszöb, az alud és számtalan matematikai képlet, mint ahogy az előbb a pecsétolvasásból kirajzoltam a mai számokat. Ezek az iskolák a hétköznapi szinten a valóságban működtek,
úgyhogy velünk együtt sétáltak a kellett dolgok, vagy ha mondjuk ideg volt, akkor a bal lábban fűtött üregekbe. Ezek az üregek májnapig bevizsgálatra a gázba fűtöttek. Érdekes, hogy a királyi várokba sétálva látható, hogy a ő felsége, ami az ágyában, ebből a szép barokkban alszik, a kandalló meg tőlelően 50 méterre van, és általában nincs is ablak sem. Lent a parasztok jó meleg vágyukárba befűtöttek, kupos kemence mellett jó volt. A királyi őszentség, ami ő felsége pedig rettenetesen fölösült. Én nem hiszem el. Úgy gondolom, hogy a szén-dioxiddal fölmondták ezeket a falkat, és a szén-dioxid sűrítésük rettenetes mágát fejlesz. És ez a mennyiségű víz, illetve a szén-dioxid, ami ugye a víznek az egyik alkotója, különféle csatornákon lecsapolódott, lecsaptam, és ott ezek a kutak és szökőkutak és egyéb vízjelenségek, amik a reneszánsz környékén, amik a Mátyás útvarának produkálták, amit azok is így jöttek létre. Füzérvára 76 méter magas dolomiton épül, és az utolsó osztrák fölmérés szerint élő útja van. Mi a franc mentől 76 méter dolomiton keresztül vizet? Lehetetlen. Csak úgy, hogyha, mint ahogy ezek a képletek mutatják, teljesen tisztán voltak az ősi korukkal a növetőek, azokkal a fényjai képletekkel, tehát ez egy rövetű, és a sárban durranó gázt tudtak csinálni. Az U betű rövetű. Tehát az, hogy nagy sárból ki volt, azt körülbelül így lehetne megmagyarázni. Tehát aki a sárban vizet tud fakasztani, annak leírásokból, hogy a magyar rabszolgát el tudtak fogni valakit, az minden esetben visszfakasztás, út építésre vitték. Győrben nemrég ástak ki a főtérben egy kutat, aminek a tetején egy hatalmas nagy téglából szabályos, gyönyörű szép gömböcnak, ami lezárja a kutnak a tetejét. Tehát a szén-dioxid nyomására használták. Azokat a helyeket, amik gázzal tagasztottak, azt gazdag helynek hívjuk. Az a gaz, ami a föld közelében van, ebből a két bar és bárgázból képződik, akkor jön létre, ezért hívjuk gazdövénynek. Északon az Iszter, Attila Iszter oszpora, mutattam meg az Iszter, egy az oszpor. Északon ezek a képződött gázok, ezek a vizek, ahol bemennek, lendélen a gázai övezetben bújjanak magyar, minden magyar. És hogyha magyarul értjük azokat a nyelveket, amelyek már basszá váltak, amilyenek, akkor pontosan tudjuk, hogy azok a képződmények, amit hozzácsatolottak, azok is magyarok. Csak nem azon a módon kapcsolódnak, mint ahogy nálunk, amit mi itt magyarnak nevezünk. Tehát nem több vagy kevesebb magyarnak lenni, hanem ennek a tudásnak a birtokosaként kell úgy viselkedni, hogy az a magyar nyelv, amire nagyon büszkék vagyunk, az megfelelő helyen legyen, mert egyébként csak így ilyen másfajta módon vagyunk ostobák. Tehát nem kell a nyelvünkkel elszállni, hiszen a mai angolban, ugye a számítógépes nyelven, ugyanaz a helyzet, hogy egy olyan nyelvet használ mindenki a világon egységesen, ami a számítógéppel kapcsolatos nyelv, attól függetlenül, hogy az angolnak van egy közel hozzá, vagy se, mint egy angol nemzetnek, vagy egy angol ember. Gondolom, a magyar nyelv abban az időben ugyanígy működött, ezt a rendszer tartotta fel, nyilván kapcsolatban áll minden elemet, de a lényeg az, hogy a később becsatlakozó nemzetek, vagy éppen az együtt induló nemzetek erre a fajta működésre ezt a nyelvet használták. Azokat a dolgokat, amiket ennek vonatkozásában sikerült találnom, és olyan nagyon idegennek tűntek, például ugye mondtam, hogy a keresztek minden esetben ennek a vonalnak az iránytű. Ezt a Jézus-féle történetet gondolom, akkor követték el a keresztek el, amikor fenyegették ezeket az embereket, akik ezt működtetik. Ezek a keresztek alkotják búcsúnáló helyeket. Csak most már nem tudjuk, hogy miért ilyen új formában. Csak hogy a búcsú keresztek egy olyan rendnek a keresztjei, amelyre a latinban azt jelenti, hogy oda-vissza. Igen? Retorjegyet veszünk, oda-vissza. Valamint rajta, tégad vittet. Mind visszük a terhet, a bőrön. De. Bőrön.
Na most, amikor a rend keresztjei a helyükön vannak, az azt jelenti, hogy oda-vissza őrjáratoznak majd azok az emberek, akik felügyelik a barbár rendszert, az isztereket és a polimákat, hogy megfelelő mennyiségű gáz képződik. A süpeki földrengés, ezt tavaly június óta mondogatom, én a Börzsükre tettem, a Fukushima-i, nem Shima, nem megváltoztatták meg a nevét, a Fukushima-i földrengés, azt annyira sikerült pontosan kiszámolni, hogy a japán napkövetnek 10 nappal a rengés előtt be kellett vigyek egy DVD-t, nagyon gyorsan ügyeték le a metán, mert nagy baj lesz. Persze nem vették komolyan, hiszen ők maguk csinálják, tehát azok a hatalmi eszközök, amik náluk rendelkezésre állnak, azokat én csak tudom logikázni, de nekem nincsen kulcsa. Miután elszállt Fukushima, illetve a szökőár létre, kiszámoltam a spanyol földrengést, a magnitúdót, az pontosan, aztán most a süpekénél pontosan tudtuk, hogy a fölötte lévő útépítéseknél, ahol a hidakat a Dolina bánya útfelújításnál tavaly helyre tették, hogy ott adták a hidak alatti dolinákon keresztül a Mandra-vizet. Tehát az, hogy Magyarországon földrengés van, az azért van, mert azt a metángázt, amit az barbának neveztük, a tőlünk ellopott vízből olyan mennyiségbe állítják elő, amely nem harmonikus a föld működésével. Jelenleg Romániában a fekete tenger alá, Spanyolországban pedig az óceánon állnak hirtózatos mennyiségű. 2008. október 5-én alakult Magyarországon Vártóhoz Hungária, aki a barbár tudással, ma úgy hívják UCD, 1960-ban jegyezte be az angol szabadalmi hivatal. A vízzel történő szénbányászatról szólt a program, és barbanyag körébe ezek az emberek, ezek az ausztráliai gáztermelők a magyar szennyezetet úgy fosztogatják, hogy közben ehhez nekünk semmi közünk, és azokat a földrengéseket idézik elő, amik folyamatosan a Spanyolországban és Romániában is. Tehát ha csak a bar és bár szavunkat értenénk, akkor tudnánk, hogy minden magyar embernek 1960 óta minden hónapban 900 ezer forint apanázs jár, abból a nemzeti vagyonból, amelyet jelenleg nyomtalanul tüntet el az a hatalom, aki azóta ezt szervezi. Erre vonatkozó információt a Brüsszelben az ukrán energetikai államtitkár egy hatalmas prémium előtt tett. Kijelentette, hogy onnan gáz elvesel sosem. Ennyit arról, hogy mit fizetünk, ez a villanyszámra miért, miért van egy általában visszállam. Ugyanis még én ki nem raktam honlapra, a szabadalmi hivatal honlapján magasható volt egy talán, mert 2009-ben adták be. Úgy szól, hogy Izrael ivóvízellátása Magyarországra a tenger alatti magas nyomású vezetéken keresztül. Nemrég jelentette be a Szijjártó úr, aki egyébként a Dolinák ügyében útvasú szerződéseket ír alá a nemzetközi piacon, hogy Magyarország lesz Izrael gázelosztója. Senki nem kérdezte meg, milyen csöbe jövök jól gáz. Ja. Baranyában Vártóhoz Hungária, a mi barbár tudásunkkal termeli ki a mi szemünket, és izraeli földgázt hoz el itt Magyarországon és az Hungária jelenleg ugyanezen az elven fizettett velünk olyan számlákat, egyre magasabbat, amikben úgy buknak bele családok, hogy lassan ugyanez a cég végrehajtja a házadatot. Plusz 16-nál 26 ember fagyott meg, érdekes módon 19 lenne a lakásába. Nem hajléktalanok fagyták meg. Itt a tehát a tudásunk nem azt jelenti, hogy most itt lehet venni a mellünket, hanem azt jelenti, hogy életbe akarunk a mellünket sem. Mivel a tudás elé úgy lehet csak beállni, amiket betakarítanak, másképp nem jön ki ez a dolog. Ennek érdekében az iskolákban, mint ahogy itt elhangzott az elején, nagyon sok mindent kell hozzátennünk. A házi otthonunk a belső történeteinkben pedig olyan szinten kell harmóniát teremteni, mint ahogy
Erina megcsinálta, az mondjam el. Egy gyerekét nevelés a cselekvési kényszere mutatja, hogy mi az, amikor valaki oda is tesz valamit, tehát nem csak beszélni akarunk, hanem fogta magát az egy gyerek mellett, ugye sok ideje volt, írt egy könyvet. Csontos Jó estét kívánok! Én Merencben a helyet történettem. Én unalmammal írtam a könyvet, ez az unalom, ez az volt, hogy készítést éveztem, és nem tudtam neki ellenállni. Most mai magyar valóságban gyöltetett az évre, és most az eléggé tisztában vagyunk, hogy az ember úgy gondolja, hogy bizonyos dolgokat nem tehet meg, mert nincs rá kerete, mert le vagyunk nyomva, még mi sem túlskálunk. És mégis azt éreztem, hogy ez a könyv megszületett, ott volt a számítógépemen, és piszkált, hogy meg kéne, hogy jelenjen fizikai formában, de most a kifogásom nekem is volt egy jó pár, hogy miért nem tudom kiadni. Na most eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy muszáj, egyszerűen kényszerem van, ki fogok adni ezt a könyvet, akkor is csak éppen csak, hogy éppen fogok adni az asztalra. Na most megcsináltam. Tehát, én vagyok az élő példa, hogy meg lehet csinálni mindent, ami belülről, a szívünkből fogad, és amire érezzük a készítést, akkor is, ha látszol a körülmények, nem támogatják. Mi kellett hozzá? Bizalom. Bizalom, ugyanis én ezt a könyvet úgy indítottam útjára, hogy bíztam abban, hogy lesznek olyan emberek, akiket érdekelni fog. És elküldtem egy e-mailt, hogy ez a könyv meg fog jelenni, elő lehet rendelni. És lett annyi ember, aki előrendelte, amivel én meg tudtam, ki tudtam fizetni a nyomdát, és kézbe foghatóvá vált ez a könyv. Úgyhogy ennek nyomán gyorsan utána tudtuk a párokkal a közös könyvet is. Na most a könyvnek az a lényege, párkapcsolati szakácskönyvet, de ételrecept nincs. Ez az életről szól, hogy hogyan sózzuk el nagyon sokszor azt, ami körülöttünk van, és hogyan lehet ezeket megjavítani. Mert hogy nagyon-nagyon sok eszköz van a kezünkben, és ezeket élni kell. Most elég sok ironiával van fűszerezve a könyv, meg remek rajzokkal, mert nagyon jó karikától találtam, aki tényleg kihozta a savárgósát ennek, ami benne van. A lényeg, hogy mi magunk tehetünk azért, hogy jobb legyen, és ha ezt a valamit, ezt a picit mindenki megveszi, és nem biztos, hogy a világot kell megváltani, nem biztos, hogy európai szinten kell feltétlenül mindenkinek gondolkodnia, ha én otthon megteszem, hogy a párkapcsolatomat jobbá teszem, azzal megteremtem az alapot, hogy a gyerekeim már egy olyan élhető mintát lássanak, amit mi nem biztos, hogy látunk magunk előtt, és ha ezt görgetem tovább, akkor az, ami eddig így lefelé ment történet, azt felfelé tudom fordítani. És ehhez semmi más nem kell, csak hogy a szívünkbe lefelé figyeljünk, megkeressük azt a hangot, ami azt mondja, hogy igen, és megkapjuk hozzá az erőt, hogy ezt kiadjuk. Megcsináljuk mindazt, ami lett születtünk. Akkor is, ha nem ideálisak a körülmények. Én megtettem, úgyhogy itt az élő példa. Köszönjük! Ezt az őstudást, tehát van egy hatalmas őstudásunk, amit ugye tudjuk, hogy az iskolában csak már lassan nagyon lehet tanítani, hogy iszkítákonak vagyunk. Hogy lehet ezt a tudást átmenteni, hogy lehet továbbadni? Lehet-e olyan csak civil szervezetet létrehozni, a csapot az nem bevölti értelemért, hogy olyan civil szervezetet létrehozni, ami ezt a tudást továbbadja, tovább viszi? Hát, én úgy gondolom, hogy békeidőben születtem, annak ellenére is, hogy az 56-ig eltűnt emberek listája jelenleg 500 ezer fölött van. 56 óta békeidőben ennyi ember tűnt el az országba, és annak ellenére is úgy gondolom, hogy békeidőben születtem, meg bizonyítékai vannak rá, hogy kolontát bombázták. Tehát ezek ilyen olyan esetek, amik ebben az én szabadság szeretetemben, a hitemben nem billentettek meg. És mondtam, hogy a hatóságokkal, hogy amit köztem, és hogyan történt az, hogy nekem abba kellett hagyni az eddig életem. Őstermelőként éltem, növényeket szaporítottam, piacra hordtam őket,
És azt hittem, hogy rendes, becsületes ember vagyok, egy bőrbeszöget el nem voltam soha senkitől, és egyszer csak körözőbe váltam. Három gyilkosság kísérlet a hátam, amit egyszer megpróbáltak leinekciózni. Úgy döntöttem, hogy én nem akarok tovább félni ebbe az országba, az enyém, szabad vagyok. És ennek érdekében elkezdtem olyan társadalmi dolgokat csinálni, aminek a következménye az, hogy így, ahogy most meglettem hallgatva, mindenfelé meghallgatták ezeket az elgondolásaimat, és egy szép szám tömegült össze arra, hogy meg tudjuk fogalmazni együtt, hogy a mi elkölcsiségünkkel, gyakorlatilag ebben a világban már az a szégyenünk, hogy hatalmat tekintjük ezt a félülő bandát, amelyiknek semmi más célja nincs, mint hogy fosztogassanak bennünket. A nemzeti vagyunkat épül, mint a tulajdonunkat. Nem kell hozzá nagy értelem, ha megnézem, 1982-ben aláírta az IMF-fel a szerződést, aminek a hatos pontja úgy szól, hogy a magyar törvényektől független működést engedélyez. Hoppá, úgy hívják, hogy hazaállásnak. Aztán ugyanakkor az évben befejezik a vályárképzést, aztán 10 év múlva leállítják a szél, jön a geocén program, és már ott tartunk, hogy a földgáz egy személyi olasz tulajdon, német tulajdon, és mi ezeknek az idegeneknek fizetünk, de hogy miért, azt nem tudom. Aztán megkérdeztem, aztán én nem válaszoltak, akkor mondtam, hogy a telkemben húzzák le a vezetéket, de gyorsan azt az enyém, és viszem körbe más dolgunkban. Aztán megvették, fogtam a láncot, hogy ezt kiváltam a vezetékestől, aztán elvittek, és akkor rájöttem, hogy semmit nem lehet ezekkel kezdeni, semmit sem, és minden ember belőtt energiát teljesen fölösleges. Úgyhogy elkezdtünk az oktatással foglalkozni, elkezdtünk olyan embereket keresni, mint Elina is. Aztán létrejöttek olyan alternatív iskolák, akik ezt ma nagyon komoly szinten viszik. Ipoly-Szalkán, tehát Szlovákiában sikerült azóta 4000 gyereket tanítanám sziklát önteni rovást írni, és ugye akkor folyékony sziklába kerül rovást írni, tehát gyakorlatilag sziklába rovást írni, és akkor ez ugye érdekes követ jutott. Aztán kiderült, hogy ez sem elég, mert a hatalom az rendesen nyugál utána, illetve most már utána nem egy harcolok, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy elhisszük. És ha ez így van, akkor azt is el tudom hinni, hogy az én világom az egy másmilyen, és akkor letettük azokat az alapokat, amiknek a múlt hét, nem, ezen a héten szerdán az lett a következménye, hogy fölállt a világ első szkíta erkölcs önkormányzata, nem szervezeti alapon működik, hanem személyi alapon, amelyre az európai jog módot és lehetőséget ad. Gyakorlatilag kiszálltunk az állam fennhatóság alól, saját közigazgatásunk, a bíróság már 2010 óta működik. Olyan háttér adatbázissal rendelkezünk, amelyet mi magunk töltünk fel, illetve kiki magunk.com-on, ezért magunk.com a neve, amelyben olyan adatok kerülnek, amelyet mi magunk ellenőrzünk, illetve mi magunk használunk, nem egy hatóság. Ad nekem 4000 forint tér én rólam információt, milyen van a segedékenyőben, és ráadásul bírósági tárgyalás alkalmával használtam fel, hanem a saját megfigyelési képernyőmet. Tehát gyakorlatilag az adóügy is egy közönséges bűnöző szervezet, és ennek a nyomán ez a fölállás, a jelenlegi önkormányzat úgy döntött, hogy semmiben nem akarunk közösködni ezzel a bűnbandával. Úgyhogy erről nyilatkoztunk, kitettük interneten, magunkban meg lehet nézni, és fölvázoltuk, hogy a mi tulajdonunk, ugye az enyém a nemzeti vagyunk 1-10 milliómat része, amely természetesen tudom, hogy osztatlan közös tulajdon, de mint önkormányzati tag, erről mostantól én rendelkezem, és nem is engedem meg senkinek az eladókára. Ugyanis azok a rendelkezések, amiket idáig csináltak, egyébben mutatják, hogy a nemzeti vagyon, tehát a személyi szabadság elvejét létre. Semmi a törvény, szabályozás nem tud mutatni senki ebben az országban, amely ne tudná bebizonyítani 2-3 után, hogy nem szándékosan elvejét jött létre. Tehát az államon a nemzet elleni bűnöző csoportosulás. Ennyire egyszerű, és utána kiki szabadulhat.
mi így döntöttünk. Egész biztos, hogy a világban élünk, ahol kivonulunk az egyik diktatúrából, és egy 20 év után rájövünk, hogy a másik fél egy picivel jobban minket másik nem visznek el, de különben, mikor a működését kezdjük látni, hogy kikállnak az egész demokrácia mögött, és látjuk azt, hogy lehetséges, hogy lehet itt demokratikus színjátékot játszani, de a politikusok nagy részt olyan bábok lesznek, akiket egy központból irányítanak, akkor elgondolkodik az ember, hogy lehet-e a mai társadalom mellett egy olyan emberi közösséget építeni, ami talán a régi erkölcsiségünkhez, a régi útban nyúlik vissza. Nagyon nehéz, hiszen már gyerekkoruk óta azt nevelik bele mindenkivel, hogy nézze a tévét, onnan kapja a híreket, amit leírnak, azt el kell fogadni az irányított médiába. Hát elég nehéz helyzet, és nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy ebből a helyzetből valaki kimerjen törni. Ma este láttunk egy gyönyörű példát, egy olyan őstudással rendelkező valakit, aki ezt az őstudást kezdi újra felfedezni, kezdi átadni. Én azt hiszem, hogy ez az őstudással a mag népének tovább kell foglalkoznia, ezt az őstudást meg kell őrizni, és hogyha egy kicsit a társadalom belegén élünk is ma, lehet, hogy a társadalom egyszer majd rájön arra, hogy ezen az úton nem lehet tovább menni, hiszen tudjuk, hogy minden gazdaságban nagy lufikra épül, nincs fedezete egyik forintnak se, egyik dollárnak se, tehát olyan gazdaság, élünk ma, ami akár napok alatt, akár évek alatt, de nem általunk gurul össze vagy működik, hanem más működteti mögöttünk. Zárszóként valamit, hogy lehet összegezni röviden a magyarságot, a magyar tudásnépét, azt a tudást, amit valószínű bizonyos korban az egész világon elterjed. Hogy lehet ezt úgy továbbadni, hogy mindenkinél ott legyen a polcon. Már ez a könyv a hatodik pecsét, ugye ott voltak az előbb az úr tán pecsét és a úr lár pecsét és a többi, és ez a hatodik az úr tán pecsét, így kapta a könyv az úr ezt a hatodik pecsét mellett, egy címet. Van benne három versike is, az egyik nagyon rövid. A leghosszabb, nem akarok felolvasni a verset, nem végsítik el senki, csak a válasz. Azt mondja, minden itt van, csak érteni kéne magunk sorsát magunknak meg a kézbe. Nem tehet a szükségeljelnek lenni, mit rég megtettünk, ma is meg kell tenni. Tehát így lássanak jól. Köszönöm szépen, nézzem, légy szó ömletet.